Szeretettel köszöntjük egymást, Isten hozott bennünket. Hát nagyon sajnálom, hogy rászoktunk a késésre. Én nagyon kérek mindenkit, csak azoknak tudom mondani, akik most itt jelen vannak, hogy igyekezzünk egy kicsit korábban jönni, hogy pontosan tudjunk kezdeni, ez nekünk régi szokásunk, hogy pontosan kezdünk, úgyhogy jó lenne ezt betartani. A mai összejövetelünk elég nehéz időszakban jön létre, de hát abban reménykedünk, hogy ez az amerikai orosz háborúnak a végeredményeképpen, vagy részben ennek hatására a mi szakmánk szempontjából is sokszor emlegetett, negatívan megítélt globalista rendszer változni fog, és még az is elképzelhető, én legalábbis reménykedem benne, hogy ez a mi területünkre, az energetikára is jótékony hatással lesz. Tudnélik, ugye klímavészhelyzet ugyan nincsen, de energetikai vészhelyzet az van, és hát ez annak ellenére is van, hogy mi a magunk részéről szerint, lehetőségeink szerint igyekeztünk eddig is mindent megtenni a fölvilágosítás érdekében, hogy próbáljunk ebből kikecmeregni. Hát erre most még nagyobb szükség van. Hát örülök, hogy ilyen szép számmal összejöttünk, mert a mai világban ez már egy szép szám, de azokat is szeretettel köszöntöm, akik majd a következő napokban a képernyőt fogják követni a mai előadást, mert hát az a helyzet, hogy részben az idő előrehaladása, részben pedig talán a kényelmi okok miatt is többen nézik az előadásunkat és követik az itteni eseményeket a képernyőn, mint ahányan megjelennek. Hát éppen ezért arra biztatok mindenkit, hogy máskor is jöjjön el és hozzon el másokat is. Most itt van egy úr, aki mondta, hogy először van itt, hát remélem, hogy olyan élményeket szerez, hogy máskor is el fog jönni. Aztán nem akarom azt mondani, hogy az sem volna baj, ha mindenki legalább egy fél részvevőt hozna, akkor már ketten egyet hoznának, és akkor a mostani létszám jelentősen növekedne. Na csak azért, mert jobb összejövetelt tartani akkor, ha van közönség. Hát végül is az előadásnak ugye áramföltétele van, egy hely, ahol megtartják, egy előadó, meg a közönség. És az előadót is inspirálja a hozzáértő közönség. Együtt, meg ha együtt vagyunk, bár erre jelentősen szoktatnak le bennünket, akkor még jól is érezzük magunkat. Hát jó együtt lenni. Én nekem az a tapasztalatom, én nagyon szeretek ide jönni, de azt vettem észre, és mások is mondták már nekem, hogy ők is szeretnek ide jönni. Hát van egy törzsgárda tulajdonképpen, akik mindenképpen eljönnek. És hát mondjuk el másoknak is, hogy van egy ilyen lehetőség, és vigyük el azokat a papírokat is, amiket mi oda készítünk, másnak is oda lehet adni. Ezt már elmondtam, hogy milyen fontos az energiapolitikai hétfő este, és hát tényleg legyen áldott a Jóisten, hogy már ezt ennyiediket tartjuk. Azt is örömmel veszik, gondolom, hogy jobban lehet látni a vetítést, mint korábban, úgyhogy nem kell elmondani, hogy mit lehetne látni, ha lehetne látni, hanem nagyon jó minőségű lett a vetítés. A átrendezések miatt egy kicsit csökkent a
férőhelyek száma, de úgy látom vele kettő. Említetted, hogy közelebb kerültetek ide, mert a széksorokat úgy kellett elrendezni, hát ezért elnézést kérünk, de ezt a fölhívást most csak röviden mondom, hogy ahhoz, hogy valaki kapjon a munkákról értesítést, ahhoz ismernünk kell a e-mail címét. És ha ebben változás áll be, mint ahogy szokott, akkor kérem, hogy ezt a tudassák velünk, és ezt másoknak is meg kellene mondani, mert ebből elég sok probléma van már olyan értelemben, hogy már az is volt, hogy valaki reklamálta nálam, hogy ő nem kap értesítést, aztán hát kiderült, hogy azért nem kap, mert elfelejtett nekünk szólni. Tehát aki az e-mail címét megküldi nekünk, vagy a honlapon regisztrál, az ezt megkapja. Az e-mail címünkre való küldésnek az az előnye van, hogy akkor bele tudjuk tenni olyan csoportba, ami vannak ilyen csoportok, ahova különféle anyagokat kiküldünk, tehát akkor nem csak a hírlevelet fogja megkapni, meg a meghívót, hanem más írásokat is tudunk küldeni. A honlapunkon szereplő nagy névsor, az körülbelül 1202 a mai nappal, abban a névsort azt nem nagyon tudjuk áttekinteni olyan könnyen, tehát abban lévő változást önmagában nem tudjuk realizálni a különféle csoportok csoportoknak való kiküldés során. Tehát ennek ez a lényege, hogy kérem, hogy a változásokat jelentsék be nekünk, és egyébként minden javaslatot szívesen veszünk, érkeznek bőven, amennyire idő, energia tudok rá forítani, igyekszem mindenkinek válaszolni. Még egy dologra fölhívom a figyelmet, hogy többen panaszkodtak, hogy kapnak egy ilyen figyelmeztetést pirosban, hogy ennek a megnyitása veszélyeket hordoz magába, tehát ilyen elrettentő dolgok megjelennek ebbe az internetes világba. Amit mi küldünk, abban nincsen olyan, ami ártana annak, akinek küldjük. Talán vírus sincsen benne, mert elég sokat fizetünk azért, hogy a legmodernebb vírus írtók vagy elhárítók, nem tudom, hogy kell ezt pontosan mondani, vannak nálunk, tehát nem hiszem, hogy valakinek mit küldenék vírus. Persze a mai világban semmi sincsen kizárva, ez sem. Na, most akkor elérkeztünk oda, hogy először is nagy szeretettel köszöntöm körünkbe Simon Gábor urat, akit majd az előadás előtt kicsit részletesebben be fogok mutatni, és örülök, hogy itt van közöttünk. Az úgy került ide, hogy a munkássága, a cikkei, a publikáció alapján figyeltünk rá föl, és hát örömmel vállalta, hogy eljön közénk. Az év első felének a programja véglegesen kialakult. Egy hónappal ezelőtt még a júniusi előadás az nem volt meg, most már az is fix. Hát remélem, hogy hagyományaink szerint lehet vállalni bátran azt, hogy hónapokkal előbb megmondjuk, hogy mire számíthatunk. Olyan nagyon jó eső érzés számomra, amit még eldicsekszem bele, most is elmondom, hogy a 216 előadás közül talán egy előadás volt, amikor valaki nem tudott eljönni, vagy nem tartotta valamilyen oknál fogva be az ígéretét, mert hát ugye szerződéskötés nincs, ez
ez egy ilyen becsület vállalás, régi magyar szokás szerint az adott szó hitelességén alapszik, ami összejövetelünk, és hát eddig ez elég jól működött. Ezt ugyan a mai világban minden oldalra támadják ezt a megoldást, és próbálják ellehetetleníteni, de nem engedjük, és hát bízom magyar testvéreimbe, hogy akik vállalják a feladatot, azok teljesítik is. Április 11-én az erőmű fejlesztési programról lesz szó. Hát ennek ugye különös jelentősége van a mai világban, majd a következő alkalommal megjelenik egy írás, amit nyomtatásban is, de a honlapon fönn van egy anyag, ezt ajánlom már most mindenkinek a figyelmébe, ez is az erőmű építési hiányainkról szól, az a címe, hogy a történelemből tanulni kellene. Úgyhogy ez nagyon aktuális, ez a téma itt elég konkrétan fog majd szerepelni április 11-én. Aztán május 9-én a Kovács Pál államtitkár úr fog egy előadást tartani az atomerőművek reneszánsza, és hát ugye ma is olvastam az interneten, minden meg az ellenkezője ugye szerepel, hogy hát mennyi baj van az atomerőművel, meg jó, meg nem jó. Még vannak olyan balgasságok, hogy van olyan folyóirat, amelyik megszólaltat két most majdnem azt mondtam, hogy szakértőt, mert amit ma olvastam, abban csak az egyik szakértő, hogy akkor mostan jó az atomerőmű, vagy nem jó az atomerőmű. Hát odáig süllyed tulajdonképpen a világ, meg a közbeszéd, hogy ma, amikor az ország villamos energia ellátására szükséges kapacitásnak már a 40%-át úgy kell beszerezni, akkor valaki arról indít és arra használja a betűt, meg a adófizető pénzét egy folyóiratba, hogy ilyen balga, okafogyott kérdéseket vet föl, hogy minthogyha el lehetne menni a boltba és venni villamos energiát vagy kapacitást. Tehát ez nem egy krémes, hogy mostan megveszem a boltba, vagy nem veszem meg, hát ez úgy tudjuk, hogy más. De hát a viszonyokat ez jellemzi. A történelmileg belátható táblatban csak a villamosenergia igényeket, amelyek egyébként növekszenek, többek között az úgynevezett megújuló ügyek miatt is, ugye, hogyha villamos energiával akarjuk az autókat, hát akkor az iszonyatosan növeli a villamos energia fogyasztást. Aztán a gázkérdés, amikor megállapodtam a Rodi Otto úrral, akkor még nem volt annyira kiélezve ez a probléma, ő egy nagyszerű tanulmányt írt erről, a honlapokon is fönn van, de hát azóta sok minden történt, és ez most egy kulcs kérdésé vált. Hát én remélem, hogy nagyon időszerű adást fogunk júniusban hallani, és aztán utána nyári szünet lesz, és már természetesen van elképzelésünk az őszi témákról is, de szívesen veszem mindenkinek a javaslatát. Ha én azt nem fogadom meg, akkor azt ne tessék fölróni nekem, mert föl lehet róni, de az nem azért van, mert illetővel nem szimpatizálok, hanem ugye ez az évi 10 lehetőség, azt nagyon meg kell fontolni, hogy miről beszélgetünk. Mert hát azt hiszük, hogy a mi beszélgetéseinknek az aktualitása az azért mégiscsak jelen van, és az használ a hazánkat. Ez a kéregetésnek nevezett dolog, akinek nincs fontosabb dolga és nemesebb célkitűzése, mint minket támogatni,
ott az asztalon van egy ilyen kicsi kártya, azon is rajta van ez a szám, ez kell ahhoz, hogy mi megkapjuk az 1%-ot. Az asztalon ezek az anyagok vannak kint, a hírlevelünk, aztán ezek az előadások, mostan múltkor figyelmeztettek, hogy túl sokat beszélek, úgyhogy mostan ezt nem fogom elmondani, oda föl vannak írva, meg kézbe is lehet venni. Egy megjegyzést teszek ehhez, és akkor ez már kicsit átvezet a mai témánkhoz is, hogy mi a nevet mondja? Mikor bejöttél, mondtad, hogy azért jöttél meg, hogy a klímáról lesz szó. Ja, igen, én Székely László vagyok. Igen, na hát a Székely úr mondta nekem, hogy a klíma miatt jött ide. Hát ugye ez is mutatja azt, hogy milyen helyzetbe kerültünk. Ahogy ezt klasszikusan kifejezte az hazai tudósunk, hogy ez azért van, mert az energetikára rátolták a klímavédelemnek a maszlakját. Ezért kénytelenek vagyunk a mi szempontjaink szerint kritikusan szólni erről a klímavédelmi ügyről, mert hova tovább, oda jutunk. Most vasárnap, amikor mentünk a templomba Lőmácskámmal, láttuk egy autót, az volt kiírva az oldalára az autónak, hogy a környezetvédelem hajtja. Ugye ez volt ráírva. Igen, tehát még egyszer mondom, egy autóra az volt ráírva ekkora betűkkel, hogy a környezetvédelem hajtja. Egy kicsit úgy körülnéztem, hogy most hogyan van ez, de azt, hogy egy ilyen mondat megjelenik, hát ebben minden benne van. Ide jutottunk, atyám fiai, hogy az autót a környezetvédelem hajtja. Úgyhogy... Az ember teljesen meg van döbbenve, hogy tulajdonképpen úgy látszik, hogy a főtételek azok itt nem is számítanak már, hanem elég egy ilyen piktor, aki fölírja az oldalára, hogy ezt a környezetvédelem hajtja. Hát nem tudom, aztán elindult el az autó, vagy ez csak, de volt neki kereke minden, tehát egy egészen autóformája van. A mai előadásunk is azért szól erről a témáról, mert ahogy említettem, belevittek minket ebbe az utcába. És akkor, ha meg vagyunk szólítva, akkor kell valamit mondani. Azonban arra, akinek módja van arra, hogy megszólaljon, arra szeretném kérni, hogy gondolja meg, hogy mit mond, mert behúznak bennünket. Tehát olyan helyzeteket teremtenek, hogy lassan kisebbségi érzést keltenek azokban, akik normálisak. Tehát ugye úgy is föl lehet tenni a kérdéseket, már címbe is, ugye, hogy most akkor tessünk mondani, mit választunk. Atomot választunk, vagy megújulót? Mintha ez a megújuló is kapható lenne a boltba. Ezért ez az indoklás ahhoz a kitűnő előadáshoz. Előre dicsérem az előadást, ugye ez azért van, mert hát én megnézem előre persze. És nagy szeretettel köszöntünk Gábor még egyszer, Isten hozott. És